jelen pillanatban a legnagyobb látókörünkbe került szociális intézmény, a Pesti úti intézményben 204 igazolt pozitív fertőzöttet tartunk számon, és közülük sajnos 10 már korábban, illetve az elmúlt napokban elhunytak. A hétvégén a Magyar Honvédség segítségével elkezdődött az az alapos fertőtlenítő nagytakarítás, ami azt célozza, hogy a majd visszaérkező ápoltakat már tiszta környezetben tudjuk elhelyezni, bizakodva abban, hogy akik ott maradtak most az intézményben, ők továbbra is megtartják a negativitásukat, és hát legfőképpen az egészségüket. Úgyhogy egy folyamatos orvosi felügyeletről gondoskodni kell, mert akik ott maradtak, őket különösen is monitorozni kell annak érdekében, hogy időben fedjük fel az esetlegesen jelentkező tüneteket. Továbbra is zajlik az a vizsgálat, amely majd a végén tulajdonképpen egyfajta értékelést tesz lehetővé, és döntést tudok hozni abban, hogy ebben az intézményben egészen a kezdetektől fogva a mai napig a működésbeli feltételek hogyan alakultak, és volt-e valami probléma.